A szlovák nemzeti felkelés terén működő óvoda az új tanév elejétől közlekedési parkkal büszkélkedhet. A munkálatok a nyári szünet második felében zajlottak. Az egyik édesapa, akinek idejár a gyermeke, a pozsonyi Volkswagen alkalmazottja. Az óvoda szülői szövetségének segítségével a vállalat alapítványához nyújtottak be pályázatot, amely 2500 euróval támogatta az elképzelés megvalósítását. Az említett édesapa rajzolta át a járdákat. A pályázati pénzből megvásárolták a közlekedési táblákat, felfestették az utakat, valamint közlekedési eszközöket és sisakokat is beszereztek. A fenntartó, a Dunaszerdahelyi önkormányzat a járdákat újította fel. A gyerekek a parkban jól szórakozhatnak, egyúttal pedig megtanulhatják a közlekedési szabályokat. A Csallóközi Múzeum 18. századi kovácsoltvas kereszteket restauráltatott, amelyek az intézményhez tartozó Somorjai honismereti házban tekinthetők meg. A keresztek feltehetően az 1750-es években készültek, és a Somorjai temetőben állhattak. A rozsdás töredezett kereszteket felújították, a hiányzó barokk díszítő elemeket kijavították. Befejeződött a Csallóközi Múzeum több mint 2200 éves keltakori csónakjának évekig tartó restaurálása is. Az utolsó szakaszban kompletizálták, helyenként kiegészítették a restaurált tárgyat. A szakmunkákat mindkét esetben František Smigrovszky restaurátor és munkatársai végezték el Szereden. Az anyagi forrásokat a Művészeteket Támogató Alap és a Kulturális Intézmény fenntartója Nagyszombat megye biztosította. A Csallóközi Könyvtárban nyitották meg Hangácsi István Dolce Vita című kiállítását. A Kassa környékéről származó rövid ideje már Somorján élő Hangácsi kisebb kihagyásokkal évtizedek óta fest. Ezt a tevékenységet egy alapiskolás pedagógusa szerettette meg vele. A kulturális intézményben portrét, valamint táj és városképeit lehet megtekinteni. A kiállító egy idő után az olajfestészet mellett tette le a voksát. Alkotásait aprólékosan megtervezi, egy-egy elkészült mű pedig nagy öröm számára. Saját elmondása szerint szereti és keresi az élet örömöt. Manapság főleg a város a témája. A tárlat október 7-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartás idejében.